Igazán elemében volt nagy feló a dal ezelőtti adásában. Volt, akit erős kritikával illetett, másnak pedig pajzán udvarlással kedveskedett. Nagy felóról már tudni lehet, ami a szívén, az a száján, szinte sosem fogja vissza magát a Beatrice frontembere. A dal 2019 második válogatóján a zenész Zsombok Réka produkcióját a következő kritikával illette, ami jól zavarba is hozta a lányt, aki természetesen azért örült a pozitív visszajelzésnek. Amikor mondtad, hogy mennek az esőben sétálni, én magamra gondoltam, hogy esetleg elmennénk ketten, mondta az adásban a Nemzet csótánya. Tudod, hullik az eső ránk, a kamera egész közelről mutat, és mi iszonyatos csókban összeforrunk. Feró később kifejtette a Borsnak, hogy nagyon fontosnak találja, hogy egy nő legyen a színpadon, és használja a szexuális kisugárzását is a produkció sikeressége érdekében. Nem csak pozitív értékelést, de kőkemény kritikát is sikerült megfogalmaznia a frontembernek, Hajdú Klárát ugyanis sikerült megbántania a gondolataival. Feró úgy érezte, mintha az előadás közben egy presszóban ő csörögve kávét és konyakot szülcsölgetne, miközben a háttérben énekel egy csaj, ami abszolút nem zavarja. Feró tudja, kemény volt a kritika, de néha brutálisan őszintének kell lenni, a műsor érdekessége volt, hogy Kölcsey Ferencnek, a himnusz szerzőjének egyik leszármazottja is színpadra lépett, aki élet céljának tekinti, hogy zenével gyógyítson.